A szalagnak van sokkal mélyebb, átvittem jelentése is. Jelenti a halhatatlanságot, a tökéletességet, a győzelmet, a virágzást és a kifejlődést. Hangzott el a Szolnoki Szakképzési Centrum, Damjanics János Szakképző Iskolája és Kollégiuma végzős diákjainak szalagavató ünnepségén. A szalagtűzési ceremóniát és a végzős osztályok közös keringőjét, szívből jövő gondolatok és ünnepi köszöntők tették még emlékezetesebbé. Nincs két egyforma év, nincs két egyforma ünnep sem. A mi világunkban a szalagavatót tekintjük egy felnőtti avatási szertartásnak. A végzős diákok szalagokkal fejezik ki az iskolához való kötődésüket, és ezzel azt is jelzik, hogy kinőtték az iskolapadot. Készen állnak a vizsgákra, és rövid idő múlva búcsút vesznek az intézménytől. Ez a szép hagyomány évtizedek óta él minden magyar középiskolában, így a Damiban is. Molnár Aranka ünnepi beszédében azt tanácsolta a végzős diákoknak, hogy ne legyenek kishitűek, merjenek nagyok lenni, nagyokat gondolni, és valósítsák meg álmaikat. Kedves végzősök! Elsősorban is nagyon büszke vagyok rájatok. Eljutottatok ide, az ifjú korotok legnehezebb szakaszába, amikor megismerhetitek önmagatokat, vágyaitokat, korlátaitokat és a tehetségeteket. Megtanulhatjátok, hogy kik vagytok, honnan jöttetek, de leginkább azt, hogy hová tartotok. Az osztályfőnökök szalagtűzése után a hagyományoknak megfelelően a végzős diákok tánca következett, mellyel feledhetetlen pillanatokat szereztek a meghívott vendégeknek. Molnár Aranka gondolatait egy Gandhi idézettel zárta. A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk,
megváltoztathatná a világot. Kívánom nektek, hogy azzal a céllal, azzal a lendülettel lépjetek ki a Dami kapuján, hogy megváltoztatjátok a világot, boldogabbá teszitek a világot és önmagatokat. Nagyon sok sikert kívánok a vizsgákhoz, és mindig tekintsetek vissza a Damira. A szalagavató ünnepség záróakkordjaként a diákok szüleiket, nagyszüleiket és barátaikat kérték fel közös táncra.